2022-ben lehetővé vált a tervezett 6 havi illetmény, vagyis a fegyverpénz kifizetése a rendvédelemben hivatásos jogviszonyban állók számára. Február közepéig az illetményt meg is kapták a dolgozók. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, erre Magyarország gazdasági teljesítménye adott lehetőséget. 2021-ben miniszterelnök úr már bejelentette, hogy amennyiben a magyar gazdaság teljesítménye úgy alakul egész év folyamán, mint hogy az év első részében, akkor a katonáink egy összegben 6 havi illetményüknek megfelelő fegyverpénzben részesülnek, és nem csak a katonák, hanem a rendőrök és fegyveres szolgálatot teljesítők. Mindannyian Magyarországon. Varga Tamás hozzátette, az ország a GDP növekedési célt túl is szárnyalta, ezért is kaphatták meg a rendvédelemben dolgozók februárban a fegyverpénzt. 7,1%-kal bővült a GDP az elmúlt esztendőben, így február hónapban katonáink és rendőreink megkapták a fegyverpénzt. Nekünk fehérváriaknak ez azért is különösen fontos, mert Székesfehérvár katonaváros, évtizedek óta sokan dolgoztak, szolgáltak. Itt Fehérváron is szolgálnak most is. Fehérvár büszke arra, hogy a Magyar Honvédség parancsnokságának adhat otthont. Varga Tamás azt is elmondta, a fegyverpénzzel a katonák és a rendőrök illegális migráció elleni védekezésben és a Covid-járvány idején tanúsított helytállásáért szerettek volna köszönetet mondani.